Szia, bot néző! Rám bugolt egy izé. Baszik, ez rám bugolt. Úristen, pucér vagyok. Na mindegy. Szevasztok, hello mindenkinek, VOD néző és nem VOD néző. Szevasztok, hello. Ment értesítés? Nálam nincs, basz meg. Szevasztok. Kokárda hol van? Rajtam van, csak nem látszik. Mert bugol a háttér miatt egyébként. Tehát, hogy ne essen kétségbe senki. Ez nagyon hangos. Hazafiasságon megkérdőjelezhetetlen. A tiszteletem is az. Köszönöm. Hello mindenkinek, össze lett pakolva az öreg ruhája. Igen. Szevasz Lajos. Szevasz öreg he. Miért van, hogy basszak alád egy hatalmas passzal, te merébb arcú? Mi a helyzet? Mik azok a hegykecsöcsök? Hát figyelj öreg, most voltam ilyen farsangi zsúron. Te majdnem kívánatos vagy már. Én a francia pékségbe. Tényleg? Most, hogy megláttam, te fiú. Hú, öreg, nincs itt a Joker. Ne is mondjad azt a korasszont, mert az a kedvencem a pisztáciás. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Déza? Le is téptem magamról a ruhát, hogy megláttalak. Asztal. Öreg, te vagy az? Szevasz, Joker, ez az öreg. Becok össze 10 000-et. Jézusom! Nagyon szépen kösz. Ez az izom. Figyelj, csak most be vagyok pukkaszva. Ez az izom, öreg. Hát most figyelj, nem tudtam fölvenni a ruhámat amúgy. Esküszöm neked, hogy nem tudom átdönteni. Tudod, volt, van a film a... Boldog születésnapot. A spanyol, tudod? Arrausz... Hát te is szereted, kedvenced. Tudod, kire Péter, van? Köszépen. A nyomozó csávóra, az öregre. Blótert, kösz szépen. Az meg nem itt a szemben. Az a Krisztina, 5 millió korint. De milyen hamkoham, te buzi gyerek? David Keredány. Nem, öreg, a Rokkó nyomozóra Sipredi. Gondolok. A spanyol, tudod, van a belőle sor... A Yeti, a Woodman Yeti bácsi, az is nyomoz. Film is van belőle 5 rész, tudod. Ja. Á, bazzeg, te is szereted amúgy, nagyon nagy, hatalmas a csávó. Kalambó. Nem. Mi, azt nézed? Nem. Nem tudom, hogy honnan veszed, hogy szeretem. Tudod, azért, mert te is tuti, láttad már 100-szor. Tudod, amikor ugráló kötelezik, az bemutatja, mi az az izom. Hát én nem tudom, geci. De tudom, hogy segítsével, mert nem tudom fölvenni a ruháimat, bazd meg. Gyere, öreg, meg kell fognak a kezem, oda viszlek, de láttam azért. Fogd meg a kezem. Gyere. Én vigyázok, majd rá. Én oda gyere, kell vinni. Gyere. Hova? Gyere. Hát, nem kell a szó. Gyere, nagyobb. Basszom meg egy gyertek az unokám. Rossz a szemed? Nem csak a szemem rossz. A rák egyek, azt a rettet. Öreg, lehetek az unokám. Torszülött. Megyek, átöltözök gyorsan. Igen. Hát itt semmi. És? Semmi. Igen, itt van. Igen. És akkor rá van írva a tasakra itt, hogy... Norrani, köszépen a szobat. Perci, köszépen. Tessék, ez bonts ki. Működik. Hiába. Ahogy ne. Hát én nem hazudok, bassz meg. Érted? Hát de egybe van írva itt a címké, látod? Jó, álljon félre, legyen szíves, tiszteletem. Utazi igazolvány, jogosítványok. Itt van, adjam, felmutassam. Legyen no, szíves. Hello. Itt van, nézd. Legyen szíves. De nézzük, nem megyen. Itt baj van. Ege? Vagy csak az nem megy. Há, jó van, most már passza. Ott a ruhád, mondom. Megvan. Figyeltek csak. Igen? Mi már kéne, ha volna? A kokárdát, azt nekem kell, hogy belétek verjem. Passzomhegyébe. Van. Nem látod? De mi... Nézze meg a húzat. Jó, de minek a kokárda? Hát itt Amerikában én nem tudom, mi az a kokárda. Mert értem. Figyelj, csak azért, mert egy bevándorló vagy. Igen, bevándorló vagyok. Filipino buszsofőr vagy, bazd meg. Vagy egy indiai volt után. Mi az vagy egy kínai rendőr? Kokárda. Olyan, mint a kukas? Légy szíves. Ok. Jó. Ok, igen, kok. Angol szó, kok. Passzopó, szavalljá! Oh, most mondom. A jó, Isten. Mi atyán, tyúka, nyúken? Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe? Ez, mondd csak. Lajos! Oh. Állj, ne bassz meg! Mondom, oh. Szavalljál. Tényleg fölmegy a cukró. 12 pont. Kávéház, Pilvax. Ilyesmi. Isten, áld meg a magyart. Jó, kedvel... Bálint, köszönöm, hogy te fejezd be, légy szíves, ne gyalázd meg ezt a szent és fantasztikus művet. Nyújtsd felé. Állj le már most szorult, egy dadoxid, bazd meg, te fogyatékos. Ja, kurva, szállat. Lali, hány éves vagy amúgy? Kérdezhetek valamit? 28. 25.
Ennyi idő alatt te nem tanultál meg beszélni, bassz meg. Jó fogyatékos. Hát de Joker, erről nem tehetek, hát ez betegség. De Lali, bassz meg, ezek ki... Teljes állandó. Én már nem beszélek veletek, bassz meg. Ilyen tudatlan paraszok vagytok, tiszteletfelek vagytok, értitek? Betegségem van. Cigányok vagytok? Figyelj, a kurva anyádat. Szia, igen. Ez a válasz. Cigányok vagyunk, de miért? Most mi van akkor, Tavasz Muroplán? Ja, jó, van, csak mondom, itt a híd alatt lakni. Miért amúgy, ha megkérdeztetem? Mert amúgy én ilyen halzakat, review-olok. Nem tudom, az az igazság, hogy mind a hármunkat, ha megkérdezel, azt mondanák, hogy egy ember tud erre válaszolni, hogy milyen, mert van egy visszatérő vendégünk anyát formájában, tudod? Ha, mindig ez kérdez? Az anyázás, én ezzel nem értek egyet. Figyeljetek, ja, tudom, elhatárolódsz. Szoptassam taknyosra a rücskös papátokat. Van egy kis aprótok, vagy itt meddig lézegtek? Magánterületen vagy, érted? Milyen büdös a szája, az anyádat mégis megbasztam. Szállják ki bele? Hát így van. Ja, szállják ki. Szállják ki. Azért ez az anyázást elhatárolódok. Így van. Ilyen van, adunk kapró, töreg, lefelé, adunk kapró. Azért mondom, zacskófejű, azért tudjad, hogy hol vagy a sacipő. Gyere, menj egy, ez is jó lesz, öreg. Ez nagyon kevés, sokkal több kell. A barátaimnak is kínáld már meg őket cigivel. Jaja, cigi nincs, de amúr egy ezres van nála, meg ilyenek. Hát akkor valamiben kínáld meg őket. Én nem dohányzok. Zali, dohányzol. Ja, dohányzok. Igen, dohányzik, ő nagy dohányos, meg az öreg. Na Birics, mi van nálad, fiam, mert megálltatok itt popázni, tudod? Hát nem, a verőt azt mondja, ugorjunk ki pele. Mi napról nem volt jött le. Ugorják ki, csöves. Légy szíves, ugorják ki, mert odabaszok egyet a barátokat. Szálljál ki banán, baj van. Banán arcú. Szevasz, fiam. Szevasz, üdvözöllek. Sziasztok. Mi a helyzet? Minden jó? Minden jó. Nem akartuk, bocsánat, nem akartunk ez van, esküszöm. Jó, igen, és akkor te mivel tudsz kedveskedni ezzel a napon? Adtam egy pesgőt. Igen, és a cimborád? Én egy gyönyörű idézettel szeretnék kedveskedni nektek. Halljuk. Nem tudom, valakinek odaadtam. Igen, olvasa, nekem. Fel hangosan, nekem adta, de... Idézett, ha oda basz a kinézet, azt mondják mi pedig. Így van. Amúgy így van. Ez milyen kocsi, ez te fiú? Ez megyed előre, hát. Mikor vesztek nekem egy ilyet? Há? Kafkösz a 400-at, herjedt a 10 hónapot. Oda baszott, kinézett. Kinézett, így van. Öreg, menjünk már vissza, mert volt a zsebükben egy ezer, és az vajon kié lehetett? Amúgy azt meg kellett volna kérdezni. Kérdezzük? Kérdezve meg, hogy nem akarnak egy kocsit venni most. Jó, jó. Mennyire? Ezresért? Nem, többé. Azt meg kell állítani. Jó napot, uraim! Vásárolni? Most van egy elő autó? Dehogy nem. Jó, nem van. Ezt odaadjuk papírok nélkül 20 ezresbe. Nem veszük. Ennyit egy ATM-hez. Hát az a baj, hogy be kell szállni, az a baj. Milyen papírok vannak az autó? Fegyelmezetten kell lenni, mert itt vannak a rendőrök. Jocó, kösz szépen! Zsú, kösz szépen az 5 szubgiftet! Állj már meg! Elnézést, uram! Jó napot kívánok, tiszteletem! Jó napot kívánok! Micsoda, Dika hó, ki berriem a szádba, Dika nagy dohány! Dika, hallom, mutasd már ezt a szart! Azt a kurva, mi a helyzet? Ezt nem nekik akarod adni, hát? De amúgy pont nektek hoztam, ez az igazság. Figyelj csak, Hóki, ez az banan, gyerünk! Gyerünk, banan! Szállják kifele, légy szíves, szállják kifele, jó? Na kezdek beduzzogni, szállják ki, piak! Te elaportad... Az ATM-ot akartuk menni, meg kell kitabban. De adjátok már vissza az autónkot, hát. Itt van bent ATM, menjél be ide, szó. Itt bent. Mennyi lesz az autónkot? Itt megvárom. 30 ezer, mert most már fölment. Jó, légy szíves. Köszönöm. Gyere, akkor van mi ATM, mert már maradt, nincs nála mennyi pénz. Ja. Gyertek az ATM. Hú, ki berrie basz a nagy kampuska szádba, mi a helyzet, szoptassalak taknyosra, fiam? Ezer éve. Most engedtek ki. Ez az igazság. Hát és jó, én ennek nagyon örülök, de honnét, bassz meg? Karámból? Hát vagy mi? Értem. Elloptam ezt a kocsit, figyelj, Azt mondták, hogy elloptam, mondom nem. Ezt egy évig bent tartottak, még bebizonyítottam azt, hogy az enyém, érted? Figyeljetek, ma zárva van a klub. Ajaj, nem tudunk bemenni az ATM-i. Hát vigyük be a srácokat az izébe. Gyertek. Az öreg vadászmezőre? Na, gyertek, elviszek az ATM-hőt, gyertek. DK-ben, okay. Milyen pénz? Vezethatál? Mutasd már ezt a szecskát. De a taxi óra elindult, csak mondom. Tehát nincs ingyen a pubar, ez nem így. Akkor figyelj, ma 30 ezerbe megegyezünk. 30 ezerbe megegyezünk, de indítom a taxi órát. Lajos, te vagy a taxi óra számolja, légy szíves. 10 ezer. Igen. Nem, tehát milyen taxi basszaltuk benne? Hát ez luxus kocsi, bazd meg. 70 ezer. Így van. 90 ezer. Igen.
Nem igaz. 130 ezer. Hát figyelj, most barátok vagyunk. Azt hittem, hogy már összeismerkedtünk, egy százasba megállunk. 130-ba vagyunk. Jó, és akkor... Egy 30-as nem jó, az elején ott indultunk el, azt nem is sok időt lehet. Figyelj, legyen 50. Gyere már, he! Hát van neked is, hely! Mindjárt megfelelődik, ahol van. Megveszünk 50. De te minek mész neki, te bűnös kocsi? Megveszünk. Ha? Most ez, hogy... Egy szemben, mi van? 40. Ha? Verjél barcú, szállják ki pele. De figyelj, nem arra kell 40, én megveszünk a Marolé. Na akkor nyomjad a 40-et, bazd meg, de már most már fejezzük. Jó van a Zebla, adjon, mert mindjárt jövünk, mindjárt jövünk. Pénzből élek. Jó van. Majd nézzem, hogy mi a helyzet. Elférsz, Lajoska? Be tudsz ülni, öreg. Várja, mindjárt, csak megvárom a pénzt. Húzz össze magad, Lajos. Jó, hát összehúztam. Srácok, ne haragudjatok, de tudjátok milyen ez a kis poszki, ha megy a fűtés, ha nem, ez akkor is fűt. Ez ilyen önálló gondolatokkal élet. Biztos. Jó, de 40-et, én átadom neki a 40-et, de nekem kell is az autó. Veresétek a 40-ezrest. Hát visszakapod diket, az üzletemberek vagyunk. Ha mondjad a szalmadot, mire? 8-75. 8-75. Így van. Rosszra küldtem, mire? Nekem, engem adta. Nem, de az úgy jó lesz, öreg? Jó lesz, megkaptad? Hát Mora nem tud beszállni ebbe a szarba. Akkor mehetünk, vissuk az autót. Mihetitek, hát megbetét az van. Jó van, gyere öreg, itt szállj be az oldalt, vezess! Erőgészség, a Devla adjon be minden. De nagy magány, dikedem, kihílak titeket, hát gyorsulni. Na gyere, na gyerünk egyet. Na porgalmi, be legyen dobva. Várja. Ha lenne olyan, ha lenne forgalmi, akkor bedobnánk, amúgy az autó nem a miénk, de baszni rá. Ha most a miénk. Várja, én vezetek, sportemberek vagyunk. Póki, azt mi van veled, Dick? Segbe lettél baszva, vagy mi a helyzet veled? Hát amúgy párszor le kellett hevőjek a viszi szapulni ez, azért. Figyelj már, Póki, ez, mi ez a sportmód itt amúgy ezen a kocsi? Nyom már be, Dick. Hát, nyom be. Ez? Az anyám, basszom ki, hát! Híhe, azt csináljuk, figyeld csak! Azt csináljuk, hogy porunk. Figyeld csak! Mi van, hülye gyerek? Na, ne popázzál, ne popázzál. Miből van ez a Polski, morány? Na, mehet egy verseny, verém. Na, gyerünk egyet, mit szólsz? Na, 1, 2, 3, PAM! Hát most direkt... Mi van, csicskák? Ez a sportmód! Hogy megugrodsz, Dick, merjem a szárba! Várj egy picit, szereztem neked, Övi! Várj egy picit! Jó, nyertünk! Állj le, állj le! Nézd, de hogy megyünk, Dick! Azért mondom, hogy... Mi esett, Pore? Figyelj, csak most raktam kettesbe, csak mondom! Hát ez tiszta magány, Dick! Nem volt bekapcsolva az övem, hát. De most akkor kinyert, most akkor kinyert. Hát mi nyertünk, Dika, nem látod? Mi nyertünk, hát ez egyértelmű. Mondod, de ha váltok is egyet. Ülj már a hátadra, ne zörögjé. Kell. Jó, az a gomb. Megy. Jobb meg még az egyszer. A baj, ez... Megnyomjon. Nyomjon. Meg, papaszkodjon. Na, nyom meg. PÁM! Nem, more. Ez megy el. 200-an hasonlítunk, te fiú. Ez akkor is megy, hogyha nincsen benne benya. Az meg, de ne térdeld már ki Joker a műszerp alatt, nem pérsz el, vagy mi? A figyelj, miért van olyan hangja, mint egy elektronyostan? Hát ez túlból van benne, fia. Joker, megnyomhatom a gombot? Ne nyomd meg, az a fia rossz! Nyomd meg! Megnyomom, hát! Miért nyomjad? Nyomd meg még egyszer! Nyomd meg még egyszer! Ha van passzalattal, nyomjad! Még egyszer, ennyi? Ne idegesítsetek ő! Mind az adj után, öreg, hülye vagy! Még egyszer, minden bőr, alász be, fiú. Alász be, baszd meg! Mi van, passzopok? Nem megy az a szar! Ezeket a buzikat, te fiú! Hát szégyenben vannak rapadik! Csicska, ducs, hát! Így van! Most teszem hatot! Mit teszel? Ez egyesben van! Ez egyesben van, buzi gyerek! Naturálba megyünk, hát! Ez alapjárat! Elhúzza a házat, ez dízel! Jézusom, mi történt? Úristen! Ezt a csicska brigádot! Vedd le a lábad, mindjárt kifogja benne! Lilla, nagyon szépen köszönöm! Ó, azért a szét lett találva most az a kocsi! Nagyon szépen köszönöm! 20 rongyot! Nem bírsz magaddal! Nagyon Balán. Köszönöm! Köszönöm kicsit kilóg a lábad, basszanak meg! Artemis, köszönöm 10 hóramat! Adrián, köszönöm 10 CH-t! Hát ez... Ki van rohadva az... Aljadik! Kajakra! Jó, hát nem megy. Kell a húzandi. Hát van büdösek pajtok, nem lehet elviselni. Joker, vigyázz be, neked is le fog érni a figyelj, csak azt fogjuk csinálni, sok csicskát kihívjuk versenyezni, te fiú. Na, nyomjuk! Bedobják a porgalmit. Az igen. Te passzopó. Nézzek, kilöködött. Sportszerűtlen visek, hopp, semmi baj, meg lesz. Jó, direkt van itt. Te mit lököldöl, buzi gyerek? Ha nem szégyelett a pofádat. Ez micsoda? Melyik? Mit szállítanak ott? Nagy fasz, picsába. Itt ezekkel, öreg. Várja, mindjárt csak tankoljunk tankolni már. Tankolni kéne, mert eszik.
Ne hát, ez evett. Baszik, be van horpadba az üzemanyag tartály, te piú. Hú, nem javítsuk meg a szecskát. Nehogy ne. Várjál, kiszállom. Be van horpadba? Hóki, figyelj majd, de te olyan csúnya vagy, hogy rendes ijeszgeti rendben az obodába. Ki fogja fizetni nekünk? Ki fogja fizetni a szerelést? Figyeljetek ide, megint akartuk 50 000-re fizetni, hogy őszinte legyek veletek? De figyeljetek, a szerelést ki fogja fizetni? A szájki. Hogy sem nekünk jöttetek tud megjavítom, gyere na. Szájki akkor. Nem kell, én félek, ma megint elkötitek. De hogy kötjük el, izét kötjük el, passzot végig. Szálljunk ki az anyósüléses. Megszáll, megcsináljuk neked. Az anyósus, akkor szálljunk ki az anyósus. De pénzetek van rá, mert 30 rongyat javítás sürgősségében, sárga angyalok vagyunk. Dög. Hogy? Hát most így ebbe vagyunk. Látod, az autó is sárga, szárnyam is van, sárga angyal. Sajjuk össze 7 hónapot. A 20-asért. Miért? Na, szállj ki, hogy 20-asért megjavítom, mit rohadjon ki a belem. A gyomrom szakadjon ki, ha nem. De hogy nem tudom megjavítani, hogy a Buzi Rudi benne ül. Jó, van, kiszállok, na. 20-as az nem is van sok, ezt még kifizetem. Jó, akkor megvárjuk, azt akkor indul. Mit vársz meg? Hát a pénzt, bazd meg. Na most te hozod be, már előfizettem 40-et, hogy rakd. Nem fogunk itt, nem csinálunk semmit, addig nem perkáltok. A kedvenc számot? Már a lábam is beremeg. 875, az idegtű. Parancsolj. Figyelj csak, ebben. Na, megjavítod az autónkat. Már egy picit. Na, hagyd egy övök. Megnézem, itt a kilincs ki van szakadva, happy you. Figyelj csak, az az autóra ne is rézzetek, mert hangyabőrülés van benne, aztán nem szeretném, hogy egy megkarcolna nézésetektől, meg akkor aztán hamar fő megy a tarifa. Aztán ugye a paszkában mi motor van? Abban mi motor van? Ebben nincs motor, ezt lábba hajtsuk, he, pedálos. Itt a frétés bénibe? Mondom neked, ez pedálos, te fiú. Jogosít, majd nélkül megyen. Misik össze szépen a TR2-t, a Diva 9-t. Azt egy forgalmit ráadni, de amúgy mindjárt kövess, nem tudom, akar, hogy is hát, van. Kicsit beszélsz, már kinőtt magadnak. Azért a szakállam. Nem szeretted? Látod már? Nem látod, szemed nem is van. Rendesen. Jó, vagy gyerünk banant. Kicsit meg... Dév kösz a 9 órában, és közé meg kösz. Jó, figyelj, szemtelen lesz, akkor hamar mindjárt kiugrik a 4 kerék alól. Ennek ez oldalt van a tankja, te hogy tankoltad? Figyelj csak úgy, hogy a csövet áthúztam alatt. Így van, a köcsömet. Ennek nincs tank, ebben csak locsolni kell, mint a virágra. Ügyetek csak belé, szíves! Felszívja magát az üzemanyagot, Dick. Értesz, Lajos? Dick, az fordítva jött be, Lajos. Jó, van, üvegben. Te mit pörögsz? Átmászol rajta, te buzi. Hát buziskodás van hátul, te pi. Még ebben a kis autóban is megy a buziskodás. Még? Nem, mert onnan nem nyílik az ajtó. István, köszépen a 200 górhoz, kösz a 2 hónapot. Kössétek be magatokat, mert ezzel a vadállatra nem lehet bírni. Öri. És csak ott a benzinkódon milyen kocsi volt, Dick? Úgy öreg, azon gondolkoztam, hogy felsúpni tudunk olyan ezt a kis kocsit így alapjáratra, tudod, így rányom szeget, azt megy, mint a gép. Hát meg kéne, hogy tudod, hogy lealázzuk a sok csicspazsákot. Nézd meg, ott rendben van. Egy garázsba, azt megnyomatom neki. Mit nézek itt, buzi gyerek? Hát nincs itt semmi. Kóki, bazd meg, mit csinálsz? Hát tönkre megyek. Láttam ott a szebb jövőt, ez az igazság. Nem nézitek meg, hogy itt mi újságok vannak? Ma de. Jó napot, tiszteletem! Ah, szálljon ki a kajat! Szebasszok, figyeljetek! Ne szállj ki, ne szállj ki, ne szállj ki, várjál! Jó van. Aha, ki kell fizetni. Aha. Figyeljetek! Sziasztok! Most már szállhatsz! Szebasszok, nem akarok kiszállni, Zik, nem? Dok kajat, gyere, ma szállja ki! Mi van, takony? Mit nézed az autót? Ja, ne bámészkodjál! Miért a popál lesz a kaszkodva. Figyelj, amúgy meg lesz elütve egy, és nem mi fogunk megütni ő. Kit szabok ezt a kettő GBP-t? Jaj. Nem látod? Szebasszok. Na figyeljetek ide. Orosz. Figyeljetek csak. Van itt, aki kiáll velünk versenyezni, vagy mindannyian csicskák vagytok. Jaj. Mindannyian csicskák vagyunk. Hát azt látom is kezdünk csókolni. Ekkora picsával. Bármelyik autó megkotlik. Megyek. Ezt már most látom. Elnézést, te lehet a lehet. Nem estem el. De miért esett volna el? Csak nem fejezték be a drágját. Nem azért van a szétforzsóban a tégyet. Sok érdekel is. Nem, de hogy is ültem velük. A munkásosztályba való a hölgy. Kilóg a lap. Ez jó passz, mint a kenyér lenne. Tessék, kezücsóvér, szia, mi van? Most már eriggy innen. Eriggy arrébb, mert tényleg elvadulsz itt. Nem oda baszok egyet. Hallott. Na
Istenem, meg, hát, ilyen, nem tudják mi ez a kocsi. Picsa szájúak ezek, te fiú. El vannak kiegyeztetve. Ja, főleg az a hülye kurva. TikTokon kéregettek, párbajoznak, ilyesmi, tudod. Hol volt meg? El vannak gyengülve, bazd meg, a lejlonzacskok állikulába. Mondom, meg volt az a nő, tudod? Csak megbeszéltük, hogy nem akarom magam lejáratni, és le fogja tagadni, bármikor, jó? Azt a kurva. Nekem csomó nő meg volt már, és mi van akkor? És azután felkeltél, vagy nézzük? Nem. Jó napot, tiszteletem. Jó napot. Viszlát. Mi a helyzet? Hova mész? Hova mész? Mit is látod? Mik ezek a szar autók itt? Milyen szar? Fekete... Gyere már ki egy versenyre, csicskazsát. Hát ez a két. Bedobod a izét, a forgalom? Ja, forgalom, hogy feldobod, kecsek. Ha? Szúrj, ez a szolgálom. Na, gyere, akkor azt versenyezünk egyet, te csöves. Na, gyere. Ide állunk el. Hozzá a kocsit is a versenyre, vagy valamit, tudod? De hova mész? Jó van. Mehet? Ne csaljál, már csalsz. Mehet? Nem csak, mehet. Háromra. Kettő. Hát, valamit csináljatok. Sportot nyomogassad, Dallára nyomasztod legyen. Itt van, már megy az a gép, megy a gép. Hát de mi a faszomat csinál az a kocsi, te fiú? Mi a fasz van, buzi gyerek? Hát neki is van. Az annyi volt, annyi volt. Hát ez szopás. Az minusz. Elnézést, ne lökdössé, mert szájba húgyozza. Ja, ja, le lesz elhúgyozva. Csöves bánat. Mi van, buzi gyerek? Péna geci. Beszoptad? Ez kikörlött pompeckőnyi. Fogd meg! Öreg fogom meg! Jó, nyugodjatok meg, ez direkt van, tudod, egy kicsit flagmázott. Eddig ez volt a cél, azt kell mondani, eddig persze. Jöttük. Nyertünk. Mik ezek a kocsik? Tibor, kösz az 5 subgiftet, nagyon szépen köszi. Márkó, kösz szépen a subot. Nagyon karaj vagy, kösz szépen. Mit kéne ezzel? Fel kéne tuningolni? Öreg fogom meg, hogy meg, de mit csináltok? Normálisok vagytok? Azért meg még jól bezártad az ajtót előtte. Persze, bejöbb kimen, bejönnek a legyek, bazdmeg, csak azt hiányozza. Gyerekek, ez nagyon szárnyalmas volt. Ti miért jöttetek tovább, mikor ott volt a cél, ami megvan? Ja, hát a célból, nem láttátok? Gyertünk. Hát oda volt felfestve a cél. Ti miért jöttetek tovább? Jöttünk, hogy átvegyük a forgalmikat. Így van, álljunk félre, jó napot. Na, lássam ennek a gépjárműnek a forgalmiát, oké? Okay. Figyeljetek, legközelebb sikerül. Ide is, oda is, oda. Jaj, nincsen. Nem kell bánkódni, egyszer megkutatok veszem. Ne szomorkodjatok, ne szomorkodjatok. Azért oda tettétek magatokat. Így van, ez amúgy is ez menne a bontóba alapból, mert ez egy szar. Felhasználnák Max Donornak. De ez is egy szar. Hát ez nem. Miért nem biciklit hajtottál inkább a helyed? Hát az meg jó, azt is háttal. Mert ezek a szarok. Figyelj csak! Na jó, el. Hát akkor vegyük, vigyük át! Csak jaj. Hát köszönjük, ilyen, ez a bukóparti! Vigyázz a kuplungra, vigyázzon hát már! Jaj. Nincs is benne kuplung, bazd meg! Na, nagyon megy! Hozzad a liest, mert nyertünk! Elnézést, uram, kiszállnak itt elművünk! Kérem! Kérem. Jaj. Na jó van, most köszönjük szépen! Jó, ez nagyon szánalmas próbálkozás! Tisztességes verseny volt! Én hozom ezt a szart! Kiszállna, uram, legyen! Á, nem lehet! Rizsi, kösz szépen a szubat! Jöttek, vagy busz az jön, minden félkor jön egy busz, ott lente van a megállapjára! Jó, elnézést! Úgy hallottam, hogy errefelé versenyt hirdetnek, ki volt téve ott a plakát! Semmilyen hirdetés nem volt, miről szédülsz? Jó, és akkor most kihívlak! Engem te ne hívogassál! Szatyor, ezek adtak el nekem az autódat! Merkel, ezek voltak, kell ezek még az autó? Van még eladó, nézzétek itt a jobbomon ezt a szart. Ez eladó? Melyik? Ez eladó? Hát, hát ez most 5 per ezerbe megy. Most 5 per rugóba megy. Azért mondom, készítsd elő. És, hát most nézem, szar sincsen nálam. Hát. Már egy picit, mindjárt menj innen. Látod csak? 20 ezerét javították, meg ezt most sem javították. 20 ezerét, azt mondom, most semmi. Semmit nem javított rajta. De rész viszont van nálam egy Orhidea. Mi az, hogy semmit nem javítottam rajta? Te Tesco-s leolidás szoktassalak meg. Ne idegesítsd épp. Nézzi már, amúgy ne nézzi meg. Rád rúgok, azt összedősz, mint a csirke volt. Szélvivarban. 50 000? 53. Papír nélkül megy. Utalás vagy izé? Szotyi. Utalás, bármi jöhet, érted? Akkor mindenkinek van az újja. Akkor nincs utalás, akkor kávéba.
KP, akkor keresünk már egyet. Az is eladó csoda. Ez is. A másik oldalra keresünk egy játékot, mert megbeszállunk. Szálljál már ki, mert lekönyökölek, bazd meg. Összekarcolod itt a hangyabőrülés szájomban. Ez vigyázzatok, ne. Megvehetem? 50 ezer, mindegyik 50 ezer se talán. Akkor papa, hol van a legközelebb játék? A másik oldalt átjadok, az szóval. Ugye el tudunk vinni, de a taxióra elindul, a haverja így már ismeri. Hát az nagyon drága a taxióra maguknál. Hát bazzak, ennyibe megy most a taripa. Na így, de felállok. Ja, nem láttam, hogy ott van az a szegy. Vigyázzál, mert ezek a parasztok kinézik a izét. Zsebedbe az a parasztok, mare. Fél szép, köszön 4500-öt! Hello, Zacsi. Mondja. Ezek, mint a tudját, basztak, hogy nem csak van. Hát, basztak, mi szártak el itt, se nézd meg. Úgy bizony. Elnézést, uram! Na most, mare. Nem szereltétek meg az autót, Bercsőt összetörtétek, ami van veled? Most kihez beszélsz? Bercső, mi az a szarhely? Hát, nincs most fölbasszok. Ha menjünk valahova, he? Hát gyerünk tovább. Na menjünk valahova. Az is eladó? Valahonnan vegyünk ki 50000-et, papa. Hát ez a kis polszki, ez kivégez amúgy. Nagyon nagy. Hát de mit csinálsz, te csöves geci? Állíts meg azt a csicskát, pöcköd ki a gecibe. Percsi, most akkor még sincs el. Elnézést! Elnézést! Jaj! Hát mi a faszomat csináltam, bazd meg? Nem bírtok viselkedni? Nem bírnak magukkal, segítség! Most a gyerekfőnök, Úristen! Elnézés! Úristen, elnézés! Úristen! Jézusom! Úristen! Menj be a faszomba! Normális, hogy összetöröd az új kocsit! Igen? Az ott nyugszik lent, ott nyugszik lent. Ledőlt? Akkor ledőlt. Ledőlt, itt előtt, elkanyar. Ott fekszik lent a part a melyik szarú? Da! Ne intinkedjünk, legyen a szíves. Erigyél be a faszomba! Úristen! Jézusom, te vagy ez Lajos? Aha. Bazzak, ki kicsoda itt már? Én vagyok az. Joker. Azt tudom. Assz a kurva! Hívd már ki a rendőröket, Joker! Hát én inkább nem szólnék bele, mert ott fegyverek vannak nagyba. Nem baj, az akkor is kihív rám. De most tönkre ment a kocsi, hogy el kéne adni ezeket. Ezek gonosz férfiak ezek. Eladjuk neki. Meg kell, hogy itt a használt autókereskedés megint. Töri, most tönkre ment ott a kocsi, hogy el kéne adni nekik ezeket. Hát gyerünk akkor. Na. Már egy picit. Megint belülről kell kinyitni. Peti, kösz szépen az egy hónapos szubot, nagyon szépen köszönöm. Melyik szerű ez? ARP. Még egyszer ide jössz, megfejeld le. ARRRP. F8 Connect, ARRRP.hu. Mi van, Hóki? Ragad az ár? Ragad, belül. Az a baj, nem csak az ár ragad, a tenyere is sok hókizástól. Peti, kösz az 5000-re. Hallod, Öri, amúgy? Meg mondjak neked valamit, ez az igazság. Na, mondjad már. Nézd már rám egy kicsit. Hát most várjál már, igen? Mondjad, fiam. És nem tudom eldönteni. Igen? És fiatalodtál vagy csúnyább lettél, az az igazság. Aj, Istenem, mi ez a gyenge dumába próbák? Tudod, mi lettem csúnyább? Na. Azért, mert már fél éve nem adtad meg a tartozásodat, te paszcibáló. Miért nem kell itt megjátszani a picsádat, a híld alatti dolgok, nem bizonyosabb. Krisztót kellett elvernünk helyetted, bazd meg! Normális vagy? Szegény Krisztót! Őt kellett elpicsázom miattad. Hát én odaadtam a Larinak, hogy adja oda neked. Ja, ne hazudjál nekem, de ne hazudjál, mert basszal rajzolom, bajszott neked, Hóki fiam. Na, jó van, mennyi. De most is úgy. És egyébként
Helyetet fizettük az albérletet, szóval az a költség is rájön, csak mondom, és ez kamatos kamat. Hát most itt ez a kocsi, nem fizetik. Jó, de azt hiszed, mindent lehet tudja a pillanat, hogy helyzet. Elvigyél a faszomba. Hát ez mennyit ér ez a postalicska? Egy marék szakíti. Hát van benne? Jó indulattal. Hát van benne sportmód, érted? Hát meg állófűtés, még akkor is, nem csak álló, járófűtés is van benne, bazd meg. Lábba is tudod hajtani, érted, még tankolni se kell, hát mit akartok így? Most de nézem a csetet, hogy ki el van foglalva mással, de kicsoda. Mi van? Hát de most mit csinálják, érted? El voltam zárva, nem tudtam pénzt keresni. Szia atyám, szeretlek, Robi, csókolj meg. Értem. Robi, te nem zahajj. És Lali megadta a tartozását? Lali? A Lali az mindig megadja, az rendes gyerek. Na, ez egy rendes, jó neve, srác. Igen, most a múltkor megadtam. Hát jó helyzete, jó a te helyzeted. Tud te kronga helyzetben vagy. Szarba vagy. Szarba vagy, mert meg lesz-e pofozva. Meg lesz-e kocogtatva. De lesz-e rúgva. Most mondjátok meg, mit csinálják. Hát mennyi pénzed van most neked? Én fölött nekem egy problémám van, hogy nem tudok számolni, de remélem ennyi is elég. Add át először, 50 ezer, ugye? Én de remélem ezt adom. Ne, ezt már nem tudok számolni, bassz. Ez itt ilyen? Ezt már nem tudom, hogy ez mennyi. Ezt már rég oda akartam adni. Mondd még, mennyit adtál, mutass csak. És mennyi, mert nem tudom számolni. Hát ez csak 10 ezer. Adjál már valami bandalat, valami kajó. Épp, bassz meg. Nem tudom, hogy ez hogy láros, hogy 10 ezer. Nincsen nálam. Ugye, csak ha hozom még egyszer ugyanannyi 10 ezeret, akkor Gábor, köszönj szépen az 5 szubgiftet, amit! 20 ér? Suzy Dormi Gábor Dorian kapott, köszi szépen! Hozolos, akkor 20-as ér a tiéd, meg vagyunk. Én már nincs annyi, az a baj. Bore, hova emeled azt a motor dig? Kifogytam. Lajos. Hát akkor figyelj csak! Igen, a motortól oda utam. Ez már a milyen kap motor? Valabból, amilyen volt az a motor? Persze, benne van a izébe. Akkor... Az adó bevallásában benne van a Lajos. Hát mit tudsz adni? Hát egy kis szopni tudod? Szopni tudod, nem? Vagy itt van kaja, hát. Nézd csak. Adjál már. Milyen az? Milyen kaja? Itt van 8 ilyen nagy étterek, nagy kedvenc sám. Jó ez a motor, hát. János, köszi be az 5 hónapot. Figyelj csak. Vagy csak egy kis apró, és akkor elviheted, akkor megegyeztünk. És akkor tudod melyiket kapod meg? Akkor ezt viszont mi választjuk, hogy melyiket viszed. Ja jó. Én mondj egy kedvenc számot. Ekkora betalpas Miskolci bádoglevezes pultra csapódott a repülőgép kinézetű fejedben neked. Egyébként itt az egyik ujjámbának kaptam ételt, hogyha esetleg. Meg abban a fia is van. Melyik szecskát vigye? Azt vagy ezt? Hát mennyit fizetett most? Hát 10 000-et csak, tudod? Hát azért azt mondja, hogy mit cikk ne adja annyi. Hát nem tudom, nem tudok számolni, de egyet megkezdődött, és... Mettinek össze az 1000-est? Volt után. Nem, egy 4 volt utána, de miért? Én tudok számolni, te nem. Maradjunk ennyiben. Én sem tudom. Ja, igen. Szóval... Nem, akkor... Nézzük meg, mi van itt. Papának. Ez egy nem működő bolt ez? Most adott nekem kaját. Ettem. Eszek még egyet. Lajos, hogy úgy nézel ki, bazd meg, abba a bukós isakban, mint egy tacskópasz tavasszal. Üreg, 100 000-et adott, csak nem tudsz számolni, azt átbasztam. Azt mondtam, 10 000, érte? Nézzük meg ezeket a csicskákat itt, Pió. Szép lassan. Balázs, kösz szépen a szubot. Éhe. Elnézést, uraim, jó napot! Nem adjak meg oldani a... Úristen, Jézus! Nem, te maradjál nyugodtan! Mi ez a fegyverezés itt? Szóljál nyugodtan! Kihívtuk a rendőrséget most ezért! Jó, hívjál csak! Szia Lajos, mi a helyzet? Hello! Szivacatja, köszön 4 hónapot! Baszeg, mi történik itt, gyerekek? Mi ez a pénz? Varbot, köszi fel a 10 rongyot! Köszönöm. Mi a fasz történik itt, bazd meg? A Lali nekem jött, esküszöm! De normális vagy Joker, bazd meg? Hát ez nem horror. Ez tényleg nem az. De még lehet. Az is belőle. Meg is, de öreg! Vaz, normális vagy Joker? De öreg, esküszöm, jobbra megyek, te meg húzod jobbra!
anyját. Ezt a Lajos, ez nagyon ki van popátlanodba. Ugye? Itt műzik, egy kerózik meg ilyenek. Na ezt a füstöl hel, mint egy izé. Én a dísz ellen le. Nagyon gonosz. De az öreg tényleg gonosz, gyerekek, tehát sok mindent lehet mondani. Gyirbátori belvárosi borozó érint? Nem. Van ilyen? Gyirbátorban van belváros? Most tisztelettel kérdezem ezt, tényleg. Minden tisztelettel. Dániel, kösz szépen! 10 hónapot. Köszönöm. Ki az a Jani? Honnan faszomba tudjam? Csókerek hol a picsában van? Á, mindegy. Dani, kösz szépen az ezrest! Szevasszok, szevasszok, szia, mi a helyzet? Szia, öreg, hello. Mi a helyzet? Hol a motor, Rajos? Hát, valaki nekem jött, már nem emlékszek meg. Nagy bankrablások között az öreg a kis pókkal átszhasít. Ennyi potykos. De mi történik, srácok? Szeret. Azt a kurva. Jézusom. Kik az orosz autó? Jöttünk ide egy kicsit tudod csinálni, generálni a feszültséget. Gyere gyarmatra. Hát milyen gyarmat? Milyen gyarmatok vannak? Hát bazd meg! Ez annyit kell foglalkozni ezt a kocsival, mint a nő lenne, bazd meg! Hát te öregek, az a kocsi kellett, meg fagyira! Szevasszok! Te mit pofázol? Mi a problémát, köve? Az a csodálatos autó nagyon vakány. Itt a faszomat képzeltek ti magatokról, mi? Te ki vagy, hogy megmondtad, hogy mit képzeljünk? Ugye már ide te sörös üvegbálló csövegesszük. Te miért popázol? Gyere ide te faszomat! Ha rákkelsz a gyomrodat, te állj meg akkor te csövesgeci! Hát gyere akkor ide! Tatszol baraszkot adok neked, mi holva meg mit csinálsz? Jó! Hát borra mi engem üt, te faszokó? Normális vagy, bazd meg? Nekem nincs. Táska, jó? Te kicsogász, hülye gyere! Ja, hülye gyere! A kocsit meg tudjél meg! Hülye lett a csöves keci! Pihenjél le! Lali! Lali! Szereted a kutyákat, mert itt van egy! Simogasd már meg melegfőző! Rákesz a gyomrodat! Most popázz a buzi gyerek! Hoppá, bocsi! Meglettél szoktatva! Merengetik már faszomba innen! Várja pici, hogy igazítsad meg! Ez meg kiállt neked fókusz! Na mi van buzi gyerek, kérsz még? Mert van itt még! Öreg, nyugi! Te ne ugassál nekem, mert bebaszom a szélvédődet, buzi! Ne! Öreg! Na most akkor szépen nyugodtan! Te hova teszem? Mit veszel elő? Te mit veszel elő? Mit képzelsz magadról? Te egy beszél! Jó, addig az egyzeres! Álljatok le, bazd meg! Ez mesztelen volt ez a csávó. A gyerekek itt egyből. Jó napot, tiszteletem. Jézus, nem, pusztulsz el a kocsival. El akarja lopni ez a csöves huszár, he? Nem ellopom, csak őt sem veszem. Hívó! Mik van? Nem igaz, kisállok, le vagy ne lőj! Kisállok, eskü, az anyám mellett ihány. Jó, van, sok kiapas.
Az, hogy most miért lövitek le ezt a csöves? Normálisak vagytok? Ezt kaptam ott. Akkor beszélhetünk normális. Ki ez az autó? Ez nagyon beszél. Hát normálisak vagytok, hogy viselkedtem, bazd meg. Ezt az autót tellem, meg lehet venni? Jézusom. Ezt nem lehet bírni. Menj be anyádba, faszuk. Ezt akartam mondani. Hogy beszélsz te? Te mit mondtál itt az unokamugol, mert mit laptopozol? Ha? Takarodj innen, kurva anyádba! Ha? Mi van, macska, geci? Mit pofázol? Állj meg, muzik, gyerek! Állj meg azzal a szarral! Kapd el a buzi! Ha lelőtted a barátnőmet! Jó van, kiszopod a fasz! Kinek agyázol, te vagyok? Ez így van, kinek agyázol, veré barcú! András, köszön 400-ot. Hú, öreg, hallottam? Hát mit? Milyen csodál? Szépen mondták, hogy menj a picsába? Hát nem nekem mondták. De ezt kiszopják a paszt. Geci! Na mi folyik itt, emberek? Ízét készítsétek elő, Cvekedlit. Jusson mindenkinek. Itt a haverom akkor mondani, hogy két szó, nem tudom mi van. De ez jó ötlet, fiú. Szevasztok, testvérek, mi a helyzet? Tisztelet. Dobörök ez azért? Jó. Mi a passzom van belete, bazzi? Nem bírtok viselkedni? Há? Én nem tudom mi van. Mi vagy magángyerek, ember? Milyen magángyerek, te csicska geci? Hát be vagy szarba. Be vagy szarva, azt itt mered magad addig. Há? Azonnal. Szevasztok, mi a helyzet? Én meg se szólaltam. De még csak egy fagyira, egy lak, egy jó kis fagyira. Öri bácsi. Mondjad, fiam. Sajnos szeretnék én őt szemtelen gondolni. Jó, most megbocsánat. Mindenkitől, barátomtól, tőlem is mindenkitől, érted? Jó? Magától nem. Maga egy szemtelen köcsön. Azt a kurva. Bocsánat, én vagyok a szemtelen. Na így van, ezt akartam. Báté Szalka és Snoop Dogg, ne feszüljél, mert problémákban leszel, csak az én mondom. Kisközi csókolom, öreg, hoztam neked még egy kocsit. Szevasz, szevasz, Hóki. Figyelj, csak van eladó kocsi, miért nem beszültek meg? Az eladó, nekem ez nagyon tetszik. Ez nem eladó. Mennyiért adod? A házi tartás az ott eladójá. Itt a barátok. Nektek ez egy él. Mennyiért adod? Hoppá, nem ezt akartam, bocsi. Azzal beszélj meg. Bocsi, bocsi. Már nem csak egy pillanat volt? Eltettem, bocsi. Srácok, egy pillanat, el kell szaladnom egy másodperc is jövök. A BMW? Mennyiért kell ez a szépért, ezért a csinál? Azt nem adjuk el, 100 000. Nem? 100 000? Van erre a leoltagjuk. Persze, ott a BMW eladó. Egy millió? Egy milliót adhatsz a BMW-t. Nem, az az igazság, hogy láttam ott egy 100 cigit és azt kell vagyunk. Igen? Mi az, hogy merre? Ez mi ez a kérdés? Na, mondom, a BMW-t, odaadom nektek 100 ezerért, most érted? Most jött ki a szalomból. Forgalmi is van mellé. Egy 50 ér, vagy 60 ér. Mit? Az autót megveszem. A BMW? Igen. Aha, nyújt család, csak 816-os számba. Jó, de akkor hozza az adásvételt és én utalom is. Hát milyen adásvételi te? Hát ott a forgalmi a kocsiból. Tiszteletem, uram. Mi kell másmilyen? Itt is vagyok, szia. Hát ez csak kell így, mert akkor nem észreveszik, lekoppak engem. Hát ott a forgalmi, már sem a normálisan egyébként. Menj a számla számja. 816. Annak nincs is számlaszámod, nincs is számlaszámod, te ilyen nagy uniós cigán lettél, hogy számlaszámod. Nem, az anyám 400-a. Már fogjuk rá. Irgumburgum. Irgumburgum, még egy ilyen. Megjött? Hát... Figyelj csak, ide is pirítsd el. Mi a kedvenc számom? 816, hát hányszor mondom már. Hát hányszor mondom már. PS. Mit vesztek nekem a ajándékba? Hát hangot tüdőm, bocsánat. Nem csak a... Na jó, ez nem az ilyen trajk. Csak minket is egy blászval, he? Nem tudom átadni. Készpénz, készpénz adok el. Hát annyi nincs nálam, csak egy ezres. Hát akkor megnyíl, vegyél hozzá. Én most a sajátomhoz hívok, mert már termékeny nap van. Nem akart adni cigit neked? Hát meg se kínáltam, bazd. Milyen szemtelen társadalomban élünk? Ki van beindulva, van nálam tesszük. Az én időmben kiraktuk a cigit, azt mindenki vett belőle. Így van. Sőt, nem is kell ezt venni. Ott a házal.
Jó. Megkaptad, ki van beidulva? Megkaptad a materiát? Megkaptam a martyát. Ki mindjárt homlokon berlem, baszd meg. Mi? Figyelem, figyelem, ennyit adott a csövön. Na figyelj! Nézzétek csak ide ezt az autót. Nekem ez nagyon tetszik ez az autó. De figyelj már, de most nem azt mondtátok, hogy megveszitek ezt a szart. Meddig szórakoztok itt, bazd meg? Ez nem egy múzeumból nézelőt csak. Ezt a szart megvehetitek papírlékű. Mirítsátok az ötperest a spanomnak, azt itt sem adjuk. Nekem ingyen, vagy egy ezresi. Ezresi? Ezresi odaadtam azt a szart. Azt mondtam, hogy az ezresi elég kapsz. Ennyi is elég. Valakit amúgy nem érdekel? Miért akad ennyire a stream? Kulcsa, hogy hívják a... Hogy hívják a izét, azt az autót, mi ez? Mi a geci ez? Ez egy Pontiac, ne rúgassad, ne lerúgassad. Bocsánat. Ja, ez egy Pontiac. Magát, esetleg talán... Mi van? Mi van? Mondom, egy kis fű, nem érdekel. De mi az? Milyen fű? Egy levágott fű, gyert, mi? Gyert, azt értem, értem. Jobb fajta. Ez egy nagy kéte. Nem kellene semmi egy gyert, bazd meg. Nem vagyok egy kertész. Várjál, mert mit te meg a fülem. Mondom, nem vagyok kertész, bazd meg. Úgy nézek ki, mint egy botanikus. Hát nem mondtam azt, de... Én másodperc és ő. Azt mondta. Igen. Gábor, kösz a 2000-et. Köszi szépen. Jó, viszed. Ez a barjá, légy szíves, mert szóval tényleg sorokopos. Hozzád baszom a jobb lábamat, jó? Ez kérdez, hogy csúnya gyerek. Jó van, nem szó. Lajos, miért van elszomorod, vagy ráhajolt a kormányra, mint a kifli? Hey. Na jó, van. Ezt kiállj. Cukrát, mert szerintem megint a cukra. Jó, gyerünk a akkor kórházba. Jaj. Tudtam, bazd meg, hogy ez... Itt miért látok itt körbe? Nájj. Hozzad a Lajos, hozzad a Lajos, hozzad Joker. Vigyázzatok magatokra. Pipivel megyünk testvére. Meg kiveszem, hogy kifogulok. Te normális vagy? Gyere be! Nem baj, van egy autónk, gyere! Szállják ki abból a kocsiból, buzi gyerek! Most mondom, szállják ki! Hozzam azt a kocsit! Hát nem tudom, mit kérem, mert ezek a huligánok, bazd meg elviszik! Hát de Lali, csak elájulsz, szerintem meg tudom pofozgatni, hogy érted? Te akkor pofozgass például! Elvitték az autót, na mindegy, a Lali volt! Nem, hogy igen! Menjél valahova, bújjál valahova, sikátor! És szexelni akarsz a Lalival, vagy mi? Nem, nem akarok, csak hogy nem... De nem, nem kell, Joker előttem nem kellett ragadni. Itt bal, bal, bal. Érted? Nyugodtan szexelhet el vele, én nem mondom el neki. Milyen pénz? Ha lehajolok a Lallerhoz, kicsit megpofozgatom. Milyen Péter? Lalika? Miről van szó, srácok a cseten? Mi a baj? Tibor, kösz szépen! Lalika, kelj föl! Laller! Laller! Laller, turrad a Saller! Oh. Haller, basz meg! Lajos, az van egy rossz hírem. Mi történt? Hát? Kocsid minusz? Nem mi? Csak az. Van a kocsim. De ne ezzel, ez a legkisebb probléma. Először is dadogsz. Csúnya vagy, tyúk melyed van, és még buzi is vagy. Öreg, tudom ezeket. Hát akkor nem is értem. Nézd csak milyen business pozitív volt. Ez az. Nézd csak milyen business srácom, öreg, basszalak meg. Hó, nem figyelj csak, ne szexeljél velem, légy szíves, jó? Hát tényleg az összettelem. Parancsolj, érted? Ezteket? Ezt törmestem a pénzemet. Jó, tényleg. Már csak másfél millió maradt belőle. Ezt az autót le kéne tenni, nem? Azt akkor menjünk már egy autóval, nem? Persze, hát egy autóval kéne menni, mert nem tudom mit izé, urizátok itt. Érted? Urizátok. Picsúlok. Csúlok. Rendesen a BMW-hez. Spamelik a nevem? Az enyémet? Hát mi a nevem? Fája belem? Hát elkinek, eladjuk ezt is. Eladjuk vagy? Persze, hát menjünk a publikba, azt mondjuk, szarai húgyi. Adjuk-e? Ja, jó. Tudod. Figyelj csak, Lajos. Igen? Nem mondom őszintén, hogy megláttalak a nőként, a hegykecsöcsökkel, tudod? Igen? Úgy felállt a faszom, hogy letépte itt a műszerpalat, látod? Meg van repedve. Tényleg? Esküszöm. Bejöttem neked? Hát, ne erre foglalkozzál most. De mennyit írt ez a kilométer óra? De nem tudom. Nem látod? De nincs is kilométer óra, bazd meg. De biztos van, öreg. Hol írja? Látod ezt? Jó. Ez amúgy pont hozzád élik ez a kocsi. Na te nehogy már te határozni, mi vagy te valami interiőr? Ha? Meg az Isten. Interiőr. 11.59, 15. Figyelj csak, ne ordítozzál már, bazeg, alszik a gyerek. Itt hallod? A hátsó ülése, ne ordítsál, mert alátbereg. Alátbereg passzal. Te csöves geci, menj oda, papasz fő. A közös gyerek úgy itt alszik, te meg itt ülöd. Hogy? Hmm.
Az előbb volt nálam egy szar. Nem, most nem működik az inventory itt. Tedd már ezt a stukkert, itt mondtátok, ígyen van? Jaj. Jézusom, mi folyik itt, hívják a rendőrséget? 155. Úristen. Kiabálj. Te figyelj, te megcsináljátok a feszültséget itt, bazd meg. Ha? Dikbo! Melyik feszülünk? Csak kiabál. Tessenek megnyugodni, mert zárdobáljuk meg papalat. Te! Te kitűzsz a szúnyogarcuket! Nyugodjatok le, nyugodjatok le, mert föl lesz fokozva valaki! Rohadás, te! Jézusom, híjjátok már rendőröket! Híjjátok rendőröket! Azt a büdös kurva bűnöző eget! Agresszor! De ezzel a kurvában mi lett itt? Jönnek annyira gyiszírok. Majd nézzem, csak itt tesz a kis műszert, hogy mi a helyzet. Oda gyúlok a pinájához. Az anyám basszom ki. Hallod? Bence jönnek annyira gyiszírok. Szart is kiverem. Nagy tény halljak meg, nagy tény vagyunk. Lajos, Lajos, Lajos! Mostanában megvan. Lajos! Fejezd már be, bazd. Normális? Normális volt? Hall engem. Normális vagy? Bocsánat. Hall engem, maga kockás inge. Igen? Arrébb tudna velem jönni esetleg egy fél méter? Egy intim beszélgetésre meg vagy invitálva. Menjél már. Igen, legyen szíves. Még lehet, hogy passz is jut neked már. Megyek vele a köztesok. Láttam passzopás, hogy elloptad az autót, most szálltál ki belőle köszönöm. Rögó. Nem passz. Nos, tehát. Még egy kicsit kell valami zenevel. Várjál már egy kicsit, légy szívül. Uram, jó napot kívánok. Tisztelettel, én a kormányhivataltól vagyok. Gyugalmi, kérdésem lenne maga felé, hogy személyigazolvány, hogy olyaj. Elnézést, maga mit szeretne a gyerektől? Te mit terrorizálod a gyereket? Beszélget. Pulipa ingeszi. Márti Szolkai Snoop Dogg, álljál le, ne szimpatizáljál itt. Be akarod rontani a gyereket? Pedofil geszi. Tudod, hány éves ez? 8 éves. Ha? 8 éves gyereket itt csábítgatod? Cukros bácsi geci. Én csábítgatnám. Illetlenül megérintett téged, Lajos? Illetlenül? Jó, hát nem érintettem. Hozzámért. Hogyan? Hol meg tudod mutatni? Nem. Hol ért hozzád? Itt alul a köldököm alatt. De hol? Pont a köldököd alatt vagy hol? De viszont magát megérintem. Te ne érintkezzél. Hoppá! Hátul meg is érintettem. Ne érintkezzél, baszd meg! Jó. Úriember. Hagyd vigyem meg akkor a kis póckit, na! Te pusszulj már innen, légy szíves! Nem látod, hogy mi a helyzet? Teszek bele egy ventilátort, ne csak légütéses legyen, amit szólsz. Figyelj csak, te ne vigyél semmit, magadat hurcold el innen, mert kezd fölmenni a cukrom, azt beresz a törve az arcod. Hallod? Megstiporva a fejed. Jó? Merindj a faszomba. Azért, mert cigizel nem vagy te nagy ember, hello. Figyelj csak! Öreg fasz kell a picsátnak, hogy mi van? Hallod barátom, látod a zebra mintást a drágot? Ez azért, mert zebrát töltem. Azt hittem, hogy győzik a rajongó, hogy verje magadat a pofába. Sebastian, mennyi arra jövő, légy szíves? Úgy csinálsz, hogy szolgálom téged. Miért van a jutra? Mit magadat? Várjál meg! Ekkora cínek a baszalat. Szállj ki a pocsimból. Ez már az én autóm. Várj van a pénz. Mert a pénzt, azért nem lehet bírni ezt az erőszakot, amit te alkalmaznak az emberek fókik. Hogy rúzsozz vele, aki basszal. Hát az, hogy te ilyen kiállású ember vagy. Van neked terpesztésed. Miért nem baszol rendben? Ja, ez most a patika. Te a hondatóra fejedet csapkodjam a faszomhoz. Jó, kérem, Léo. Várj már, öreg! Menjön a Joker. Ja, azt hittem az adjon. Nem, azt alattam hogy lázadnak a parasztok. Gyere Jokerhez, szálljál be. Meg is oda is adta. Nagyon össze vagyunk érve. Odaadta a pénzt, hát. Úgy vagyunk itt, mint a beteg tyúkok, érted? De legalább fűtés nem kell kapcsolni. Most már ez forró. Ez így, hát ez így. Ez fűt mindig. Hát mondjuk, de valami mellett vagyunk, amúgy csak kell. Ez igazság. Ebben az autóban az ablakmosó volt a kedvencem, emlékszik rá valaki? Középen volt egy ilyen gumiharang, amit nyomkodni kellett. Tudod, olyan volt, mint egy szín. Aha, hagyd nézzem, figyelj csak. Aha, most megnyomom a sporgombot. Hagyd nézzem. Ott van, megnyomtad? Nyomod most! Azt a kérdőket, Dick csak buksi, mint a Harry Potter van. Dick, mi van Harry Potter? Harry Potter!
Az a nyámba sokkal. Megnyomom most, he. Ne nyomogasd már Lali, bazd meg, hülye vagy? Normális vagy. Álljatok már a bazdmeg. Hát de mit csináltok, basszak a gyomrotokat, he? Lali. Lali, bazd meg. De mit kukálsz előre? De amúgy Lali mindig ezt csinálja. Szálljatok ki pele. Nem szégyelitek ti magatokat, bazd meg. He. Szállj ki, Joker. Jó van, csak még megfordultam. Öreg már egy aurája, szívja azt a cigit. És akkor mi mert van? Mert nem gyújtotta meg buzi. Nem gyújtotta meg, ismered? Nem lát. És úgy spórulál. Szívja el. Igen, mert szóval szereti a dohány ízét. Nézd, amilyen seggem van, hogy látom a sarkozót, te kurva. Látod ezt a púzót? Öreg, miért pucsítasz, mikor szemben? Hát most mondom, hogy megmutatom, hogy mi a portéka. De tudod, itt nem lehet megérinteni, mint a múzeumban, csak nézni lehet, pia. Ez itt, ez a lyuk, soha nem lesz a tietek, bazd meg. Én nem vagyok buzi. Ó, hát ez nem buziság kérdése. Azért. Ez nem buziság kérdése. A szépet, azt meg kell dicsérni. Szép, az igaz. Mindegy, hogy él van a dokedli. Mondd meg, miért kell a pucsítás? Na, figyeljetek csak. Ezt a kurva gombot nem nyomkodja már meg senki. Nézzi, Lali, mert szétleszel baszva. Most én megnyomom, nézzük meg, hogy működik. Aha. Látod? Koordinálva van. Ez így van kiszámolva, ne idegeskedjél. De melyik az a gomba? Lássam csak, A panel, ott közé van, bazd meg. Megnyomom már, lássam. Várjál, ott fekszik valaki, gyorsan. Megnyomod, ne nyom már meg. Elnézést, uram. Jó napot. Ez izé... Várjál, megnézem. Meditál, ó. Meditál. Nem baj, kimeditáljuk belőle azért, az utcot. Ahogy van. Se semmi nincs ennél, hát. Hát akkor a keselyük passzítót. Jó, Lajos, figyelj csak. Azt szeretném mondani, szeretném, hogyha mostantól kezdve... Arrébb jössz a patkától? Léci. Mert mi van? Kicsit. Nem tudok beszállni. Aha. De volt nála valami? Arról beszélj már, bazd meg. Semmi nem volt. Fasz sem volt nála. Szomorú. Miközben a rendőr meg mit néz? Az nem rendőr volt. Te csicska. Aha, megnyomja a gombot, mi? Ne. Most meg... Öregítős, 50-es a tábla. De nekem meg a karom 50-es, bazd meg, és? Jóho. Kit érdekel? Uha, parkolás! Így jött, pont a ruhabordba osztal a benneteket. Hát mondom, nézzünk szét, veszek nektek egy új kabátot a Lali pénzébe. Hát most tudod mi van, tudod, megjött a kapetéria. Hát nem tudom, szörmét vegyek? Te buzi vagy, hóki vagy mi? Hát elosztalak titeket bevásárolni, bazd meg. De nincs pénzem. Hát nekem sincs, Lajosnak. Álljunk arrébb az autóval, csak hogy útban van. Hát most adtad neked egy bevásárolni. Ah, ne popázz el a hülyeséget, nem adta nekem semmit. Hello atyám, szevasztok, srácok, a like teljesen Bocsán, ingyen ruhát. Van. Ruhát, de megfázok. Én maradnak, kim marad a passz, te fiú? Ekkora kis passz, láttál már valaha? Nem, ki látod, a tyúk nem csípett porrádi. Jézusom, milyen passzalon egy brigád ez. Cigizek, addig megvárlak titeket, jó? Jó, hát miért neked nem kell kabát, Joker? Nem, minek? Mert nem is, nem árulnak ránk kabátot, mert be se engednek a boltba. Mert nincs gyerek méret, vagy mi? Hát, a csövesek nem mehetnek be, múltkor is kizavartak. Jó van. Aladori, hogy nézek ezzel szemüveggel, mit szólsz? Hát figyelj, ha nő lennék, akkor semmi közöm nem lenne hozzád, mert olyan csúnya vagy, mint a szurcsebb, hogy verjem abba a nagy pampuskaszámba. De most miért vagy ilyen rossz valami? Én őszinte vagyok, a barátok őszinték, bazd meg. Úgy nézek ki, mint egy izé, seggbe baszott darumadár. Érted? De valakinek így tetszett. Mint egy molyhos karácsonyi pulcsi, bazd meg. Undorító vagy. Okádékú nézel ki. Csúnya. Lajos, sapkát pedd le! Vettem egy sapkát, öreg, hát. Úgy nézel ki, basszam ki a gyomra, de buzik hordanak ilyen sapkát. Ha? Már megmondtam. Aha. Nézzük, én is nézek valamit, te fiú, milyen izék vannak itt. De Szabi, milyen gyere. Ruhába kell átöltözni? Ide gyere, more. De hova? Póló. Ja, póló. Mondom is, more. 15-ös póló. Így jó is vagyok. 15-ös póló, 659-es felső. Én nem tudok félredni ilyeneket. Nem tudok matakozni, ha 659-es felső. Igen. És 19-es az kezek. Az komoly. Nézd az öreget. Igen. És nekem a 30-as nyaklánc van. 30-as? Ja, az egy sátas van.
Geci. Szabi úgy nézel ki, mint egy szar darab. Kussolja már, Benzem, oda mérj. Tényleg úgy néztek ki, mint egy seggbe baszott darumadarak, úgy néztek. Hát mi? Miről beszélsz? Megmondom, passzopók. Gyertek ki, a seggbe baszom mindegyikőtöket. Nem tetszik a ruhánk, uram. Nagyon csúnya vagy. Mi volt ez a... Az igen. Mit szólsz? Hát Mora, nézd már meg, én is most vettem egy szemüveget, Dík. Azt látok rendesen, Dík. Az igen. Nézd a minden titkár. Minden titkár. Azt a kurva. A kopasságon már elrakom. Itt neki nem tetszett a ruhánk. Akarsz vezetni, öreg? Hát vezessé gyugodtan. Én ebben a szemüvegben látok, te fiú. Azt meg. Még nyomta be a szemüvegben. Na gyere, vezess akkor. Mindegy, mondom, vezessé, Dík. Szállják ki, Lajos? Vezetek, he. Szállják ki! Mi az a szemüveg rajtad? Minek érzed magad üzének, bazd meg? Még sapka? Meleg prontnak érzed magad? Tetszik? Én nagyon jól nézek ki, Dík, a gumicsizma minden pályán. Rendesen izi, mint a Top Gunba érzi magát talán. Tényleg, az he. Dík, tiszta Tom Cruise. Te fiú. Köszönöm szépen. Jó, ne bízzál magad. Köszönjük is, jó. Mikor lesz horror? Ezután. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Jó napot, uram, tiszteletem! Bejelzetem! Jó napot! Tisztalattam, tisztalattam! Most ezt szeretném megkérdezni magától! Ki tudnál szállni? Ülj már be, mert szájba vágulok! Ülj már be, Lajos, te játszod a picsádat, mert tényleg! Jaj! Ne oda ülj! Bocsánat! Ugye már cipőt is vettél, Lali? Aha! Na figyelj, csak kihínálok egy versenyre! Igen? Benne vagy? Na! De akkor tudod, hogy... Hát, mondom, a kékpirossal vagyok most. Figyelj, csak a forgalmit be kell dobni. A forgalmit? Aki nyer, az az autó. Hátrafele vagy előre? Ide hozzá. Na, benne vagy? Ám legyen mi. A kórházig versenyzünk vagy? Zöldre. Nálad most piros a lámpa, piam. Szemedbe. Hát, így van. Na, amikor zöld lesz, oké? Okay? A kórházig versenyezünk? Így van, a kórházig, kórházig? És jó. Akkor az autót készítsd elő az adásvételit. Jó van, csöves? De tényleg, mit hasz, mit nem? Ne, ha hotázz le, mit lesz? Faszpofázó. Ha, még egy vaspacskát kidobunk az aszfaltra, hogy könnyű dolgod legyen. Jaj, jó? Szép napot, kollégák! Á, öreg kész, itt húzd be, és egyes van. Szebasszok, hú, most figyelj. Hova mézzük, hova mehetsz? Zöld, sirosban. Jó van, ne izé burungatjúzzál már, mert mindjárt ledobja a motorháztetőt. Nyomom majd a gombot, meg jó? Hát ha beszopta a nagy paszt, ez a kórháza, igaz? Hova ment az ilyen? Én nyomtam ezt kétszer, nyom! Basztok! Nyertünk, More! Jaj, de fáj a fejem, hő! Mi? Ez ki volt? Jó rapport! Valaki elbújt a kocsiba, hát! Szolgáltó kívüli rendőr szeretném már megkérdezni, miért az egy négyes csicska szívott alatt a helyet? Figyelj csak, szállják ki bele, mert az autóbusz már nem a fiadé, jó? Létszi meg! Azt a kurva! Csomagtartóban van valaki, nézd van! Szállják ki a csomagból, buzi gyerek! Jó? Te mit keresel? Állj meg! Bebújt a motorba, he! Jó, akkor virítsa egy 20 ezerest, azt meg vagyunk, jó? Jaj, jaj! Mert szállalmasan vesztettél. Hát, nem gondoltam, hogy Batmobil. Milyen Batmobil, Dík? Hát ez egy sima izé, fűnyíró motor van benne. Hajdúhűtőből szereltem ki. Én azt hittem ilyen Freddy Mady módszerrel. Semmi. Tekerjük ki, az az, lábbahajtós. Tekerjük minden. Mondjon egy számra számot. 8x5. Nem tudok számra hát, számot, csak a KP fiam. Mi van a baj? Értesz. Most már megváltozott a telefon. De várj egy picit. Van számra számot? Nincs. Hogy, hogy nincs baszdmeg? Mert legyen. Csak KP, nekem sincsen öreg. Hát hogy lenne? Nézd már, rám csöves vagyok. Azt hiszem, hogy te más vagy. Igen? Jó szándékom, hogy elég. Menjünk már egy eltémbutatot. Na jó, menjünk, csak a két köcsögöt megvárjuk. Ja, várjuk már meg őket, mert itt most épp kiegyenlítik valakinek az adósságát. Ja? Azt láttam. Itt van mögöttünk, vagy előttünk, mögöttünk is van, hol menjünk? Kell közelebb átéljem. Tudja a faszom, menjünk mögöttünk, itt van mögöttünk. Figyelj, itt a publik mellett van. Itt van el, itt van el. A fő publik erre? Hát itt van egy közel. Itt van, ben. Dík, hát itt van. Ja, itt van. Na rák egy. Szép út. Szép út, piam. Na megcsinálom addig ezt a szar. Jó van, kiszállok addig, megvárom. Hadd nézzem csak.
Éd az öreg megint pucsit. Geci komoly kis autó, igen. Mi ez a szemüveg? Most fölvette az öreg a titkár szemüveget, de aki most nem nyom emberes emótot, az meleg pront. Amúgy tényleg, mi a kalifa öreg? Mi a öreg fa? Ez a buzi gyerek állandóan itt dumál, bazd meg. Melyik? Hát ez a piros kocsis köcsög. Nyomja a dudát, bazd, mint az izé lenne. A fültet a csengőt? Hát. Jaja. Szia, öri! Szevasz, mi a helyzet? Tika, hogy jöttél? Mekkorát ugrattál, köcsög? Jaj, bocsánat, megcsúsztam. De hova verekedett, Dík? Bocsánat, elnézést. Ez szemtelen volt. Láttam, hogy maga egy szereli az autót, tud esetleg dobni arra a szarra és egy szerelés. Mennyi pénzed van, Piat? Hát most zsebbe csak 30. Az pont elég lesz. Hát adta a pénzt itt a csók, aki elbukta a versenyt. Gyere ide. Nem, nem adta még. Mindegy, bárkinek adhatja, nekem is, semnek a koszosztó kicsit. Milyen tankulás, bazdok? Úgy nézek, mint egy benzink. Te itt debasszál átlod. Megszereli, meg tudom azt a szart. Ja, értem. Melyikkel leszed? Pontosan. Egyébként maga ilyen feltaláló, bocsánat. Én az vagyok egy kitaláló. Figyelj csak, verej egy, de 30 ezeres, mert addig bazdok meg sem mozdulok. Én oda verem. KP-ba. Ez 20 ezer. Magánhund vertem. Mondom, 20 ezeret adtál, Pia. Ja. Ne nézzük már egymás hülyének, mert tényleg föl meg a cukrom. Ezt most magának adtam? Hát én neked nem adtam. Légy szíves, hagyja vissza nekem itt 1270. Menjetek arra, hogy bepicsis, hagyd nézzed meg, hogy mi van ezzel a kocsiba. Aha. Rápucsítok most? Rápucsítok, rá fogják baszni. Kaptam egy darab készpénzt, ez a helyzet. Hát ez semmit, ez elbocsít. Ez még meg ne bassza már, hát ho... Na, köszönöm. Hát csak... Szíves. Nem tudom, hány darab 9-es kellett befötyögni. Szevas azért, szevas! Bocsánat, uram, én akkor 875. Így igaz, fiam. Tessék, ha meg vagyunk, jó? Tessék, készed is van. További szép napot. Készen is van. Hát az? Na. Szevas, fiam. Gyere, menjünk, hát. Lajoson vagy. Hát ez... Itt vagyok. Itt, hol jön. Vagy? Mit bringázott az elő? Beszállnál, Lani? Oh! Hi, a kurva anyázat. Ne, normális vagy? Elutad a gyereket, bazd meg. Nagyon fáj. Tank. Hát csak miért be szól, mert ez már háborúban van, addig tankot keres. Akarsz vezetni? Vezessé, vezessé, vezessé. Úgy látom, hogy egyébként megtörtént az, amire vártunk, hogy nem pornó ment a háttérbe, tehát ennek azért örülök,